haladjunk tovább, mivel most egy olyan játék jön, amit nem tudtam önmagában végigvinni, hanem ezzel a játékkal buzeráltam meg az emulátort, ahol a tabulátor lenyomásával lehetett a Deep Switches beállításban bekapcsolni a Free Play módot. Ráadásul olyan játékról van szó, amit az a japán Noise Factory készített 99-ben, a híres SNK-nak dolgozva, akinek egy későbbi játékuk is lesz a csomagomban. Igen, ez az az arcade játék, ami közel az ezredforduló időszakában készült. A sztori szerint 2020-ban a sátán meghódította a Földet és csinált egy világvégét. Van egy gömb, a Gaia könnye, ami visszafordíthatja a káoszt, de 7 darabra szakadt. Egy öreg szerint megjövendől 5 harcost, de az átvezetőben 7 figurát lehet látni, akik képesek összegyűjteni az égő darabokat és visszaállítani az egyensúlyt. A játék egy 2D-s beat'em up, ahol 5 harcossal, később 7 közül válaszva lehet egyedül vagy ketten végigtolni a 7 pályát, minden végén egy bosszal megspékelve. Egy érdekes mechanikával spékelték meg ezt a játékot, mivel belerakták a 4 őselemet, ami a harc során fel lehet használni. A tüzet, a levegőt és a vizet támadásra, a földet pedig életerő gyógyításra. Lesz 2 elemi csapás, mint a teknős békával jelzett földrengés, illetve egy tároló, amivel homoklavinát lehet alkalmazni. A kiválasztottak, vagy jobban mondhatnám a címszereplők, a Gaia Crusader-ök különböző állóképességekkel és őselem attribútumokkal rendelkeznek. Cohen a papnő, aki mindig egy varázstekercs darabját fogja magánál, és azzal a kombó utolsó pillanatában rádobja az ellenfelére, és felgyullad, ami tök király, csak egy a baj vele, hogy veszett törékeny a csaj. Agilisnek agilis, és erős támadásai vannak, de törékeny, mint egy száraz kóró. Kofu egy mágus, aki jól támad, és a védelme is oké, de egy picit lassú. Aztán ott van Jimmy Isaac, az átlagos Cody klón a Final Fight-ból. Átlagos védelem, átlagos erő, átlagos sebesség. Egy fejhossza, de alul maradt az android lány, M985-ös, aki szintén jó támadásai vannak, főleg nagyon hosszú kombói, de szintén egy kicsit lassú. Viszont, akit inkább vittem magammal, az Fred Shuttle, a cool megtestesítője. Erős, agilis és hosszú kombók, imádom. Viszont meg kell említeni a maradék 2 delikvenst, akik bosszok, de később csatlakoznak, mivel nekik nem nagyon jön be az egész világpusztítós dolog, ezért megtérnek. Az egyik Rob, aki egy mérhetetlen nagy csalódás. Ez a kék, meleg robotdémon bossként mindig úgy elvert, mint Mutter a kis taknyost, de ha én vagyok vele, akkor bár ne választottam volna ki. Oké, bitang erős, de még M985-ösnél is lassúbb, és agilis vagy nagy hitboxra rendelkező ellenfelek bemutatják a középső ujjukat. Aztán ott van Saiyan, a mutáns csávó, akinek az egyik keze egy saskarom. Ő Cohenhez hasonló karakter, csak egy picit áll följebb erőben és sebességben, viszont alul marad Frednél. Aztán vannak az attribútumok, ahol mindenkinek egy adott őselemmel képes erősebb támadást alkalmazni. Cohen a tűz, Kofu és Jimmy a szél, Fred és M985-ös mind a kettőt, Rob és Saiyan pedig a vizet használják. Fel tudják venni a többi elemet is, de azokkal gyengébb támadást tudnak alkalmazni. De igyekszek mindenkit bemutatni. Van egy-két zenelállam, ami elnyerte a tetszésemet, és még külön is tudom hallgatni. A látvány hozza az anime színvonalat, nekem a lassú tempóval volt a gondom. Nem olyan kaliberű, mint ami az Avenging Spiritben volt, hanem lassú karakterek, lassú ellenfelek, lassú reakció. Lassú mindenhol. Aztán nem is beszélve arról, hogy az emulátor figyelmeztet, hogy a játék nem 100%-osan akkurátos az emulátorral, ezért néha nem tölti be rendesen a hangeffekteket, és zene alatt némán püfüljük egymást, mint egy burlesz moziban. Nekem nem volt rossz a Gaia Crusaders, de én inkább tolom a másik játékukat, majd folytkövv azzal a kövi részben.
Thank you.
Hmm.